Megújult környezetben korszerű körülmények várják a járóbetegeket Kisvárdán a Felső-Szabolcsi Kórházban. Egy több mint 3,5 milliárd forint összértékű uniós és hazai támogatású kórházfejlesztési beruházásnak köszönhetően javult az infrastruktúra a kórházban, és magas technikai színvonalú környezetet biztosítanak a betegellátáshoz. Több mint 87 000 embert lát el a Felső-Szabolcsi Kórház, amely központi szerepet tölt be a térségben. Az intézmény azon kevés kórház közé tartozik, amelynek nincsenek elmaradt szállítói tartozásai, vagy éppen likviditási gondjai. Most egy európai uniós projektnek köszönhetően intenzív osztályt, központi műtőt, sterilizálót, magában foglaló új központi technológiai tömböt építenek, és komfortosabb környezetbe, a régi hotelépületbe került a központosított járóbeteg szakellátás. A projekt sajtótájékoztatóján elhangzott, Kisvárdán az elmúlt időszakban közel 9,6 milliárd forint pályázati forrás érkezett. A Felső-Szabolcsi Kórház több elemből álló beruházása szintén hozzájárul a város és a térségben élők egészségügyi színvonalának növekedéséhez. A több mint 600 férőhellyel és ebből közel 400 aktív ággyal rendelkező egészségügyi intézmény beruházása az év végéig befejeződik. A kórház következő projektjében 1200 napelemet helyeznek üzembe, amellyel a létesítmény energiafelhasználásának 25%-át tudják majd biztosítani. Köszöntöm a stúdióban dr. Harsányi Imrét, a Felső-Szabolcsi Kórház főigazgatóját. Jó estét kívánok! Üdvözlöm a Kölcsey Televízió nézőit, nem orvos vagyok, úgyhogy a doktor az csak egy megölőlegzett titulus. Köszönöm. Elnézést kérek. Azt gondolom, igazi sikertörténet a Felső-Szabolcsi Kórház története, hiszen jól tudom, mindössze 3 olyan kórház van az országban, amelyik nem rendelkezik számlata, illetve beszállítói tartozásokkal. Hát ütemezett és szállítói tartozásokkal. Hozzátéve azt, hogy a szabolcsi lakosság egészségi állapota az átlagosnál is rosszabb, ez egy külön eredménynek számít, azt gondolom. Igen, én azt hiszem, hogy ez egy közös teammunkának az eredménye. Elég hosszú idő alatt alakult ki az, hogy a térségben élő embereknek az egészségügyi ellátását tudjuk megfelelően biztosítani, a szükségleteknek megfelelő kapacitásokkal. Nem irreális Kisvárdra egy bővített alapszakmás városi kórház kategóriája, nem szükséges, sőt értelmetlen Kisvárdán szívműtétet, csípőprotézist vagy különleges extra dolgokat végezni, de az bővített alapszakmás ellátásokat igenis megfelelő szinten tudjuk biztosítani, és ehhez segítség ez a komolyabb uniós, illetve kormányzati forrásból induló támogatás és projekt. Mi az, ami most megépült, és milyen szinten tudja szolgálni ezt? Ezek szerint mondhatjuk, hogy ez egy stratégiai cél, amit ez szó szerint stratégiai fejlesztés. A kórház jövőképét legalább 10-15 évre meghatározza. Egy központi technológiai tömb épült fel, amelyben központi műtőblokk, intenzív osztály, központi sterilizáló kerül kialakításra. Ez csatlakozik az épület központi úgynevezett hotel főépületéhez, az aktív fekvőbetegellátáshoz, illetve a sürgősségi betegellátás, valamint a diagnosztikához. A másik része az tulajdonképpen az eddig borzalmas mostoha körülmények között az 200 ágyasnak csúfolt pavilon épületbe levő szakrendelők kerültek át a kórház bejárati szakrendelői szintjére, valamint az alaksorban digitális radiológia kerül kialakításra. Az utolsó ütemben gyakorlatilag a 3. emelet korszerűsödik, korszerű aktív fekvőbetegellátó osztályjal, illetve a 8. emeleten a napjaink népbetegsége, a sztroknak a kezelésére alkalmas stroke őrző, illetve gasztroenterológiai őrzők, és végre lesz egy olyan részlegünk, ahol klimatizált kórtermek kialakítására is lehetőség lesz. Hogyan alakult a kórház kihasználtsága az elmúlt években, és vajon ez az új beruházás milyen irányba fogja ezt majd mozdítani? Tulajdonképpen nem a kihasználás ág itt a meghatározó, hanem az, hogy sajnos a térségben sok a beteg ember, sok a kórházra szoruló időskorú, illetve olyan beteg, aki annak idején fiatal korában Budapest építőiparban tevékenykedett, borsodi iparvidék munkájába vett részt, és ők megöregedve, lerokkanva bizony nem csak az aktív ellátást veszik igénybe gyakrabban, hanem a krónikus betegségek miatt fokozott kórházi igénybevételük van. Így a kórház átkihasználási szintje 82-90, sőt a krónikus és mozgásszervi rehabilitációban 92-98% közötti. Ekkora a területen kívüli ellátás, és egy picit arra is gondolok egyébként, a fordítottjára is, hogy régebben azért tapasztalható, vagy érzékelhető volt egyfajta alacsony bizalom a Kisvárdai Kórház irányába, és szívesebben választották mondjuk a debreceni klinikát. Az utóbbi években én azt gondolom, hogy ez fordul, ez a tendencia. Én azt hiszem, hogy a szakmai munkánk alapján sikerült elérni, hogy kivívtjuk az elfogadottságot a lakossági jogok körébe, és nem csak a kisvárdai közvetlen 81-hány ezer ellátó területről, hanem a Tiszaház, a Hát és a Bodrogközi térségből is szívesen és megelégedve jönnek hozzánk a betegek, és egyre kevesebb az, aki elvándorol, azokba a tevékenységekbe, amit Kisvárdán meg lehet oldani. Ez tehát a bevételi oldal tudja növelni. A költségcsökkentést pedig majd a következő beruházás fogja célozni, ami már szintén elindult, úgy tudom. Az önmagában nem elég, de jelentősen hozzájárul. Tulajdonképpen azzal, hogy egy 1200 napelemcellából levő középenergiumos erőmű kerül kialakításra és október 31-ig átadásra, ez a kórház villamos energia szükségletének mintegy 25%-át fedezi, valószínű napenergiából fosszilisként, környezetszennyezést is sokkal alacsonyabb szintre téve, illetve az érték kompenzálása is megoldódik. Milyen hosszú távú céljai vannak a kórháznak? A kórháznak továbbra is az a hosszú távú célja, hogy jó szakembervárdárval, a missziós nyilatkozatunk szerint a környezetünkben élő emberek megbecsülését kivívni, elismerését, és a Felső-Szabolcsi térségben élő embereknek az elfogadottságával az adott térség meghatározó egészségügyi ellátó szerepét önállóan be tudjuk tölteni. Ha már itt a megfelelő szakembereket említi, mennyire érinti a Kisvárdai Kórházat a szakemberek elvándorlása? Nem jellemző, sőt azt lehet mondani, hogy sem a nővér, sem az orvos hiány a Kisvárdai Kórházra nem jellemző. Ennek két oka van. Az egyik, hogy szükséges a szakma szeretet, akit a mozdony füstje megcsapott az egészségügyben. Vannak nagyon szívós és szakmailag elkötelezett kollégák, a másik pedig egyértelműen az, hogy lehet mellé beszélni, de a komolyabb munkát, komolyabb értéken meg kell fizetni. Milyen forrásokhoz tud még hozzájutni a közeljövőben a kórház? A forrás szó megint áttételes, lehetőségünk van különböző pályázatokon részt venni, ami a kórház kapacitásának, tevékenységkörének megfelelő, ott mindenbe próbálunk pályázni, illetve az egészségügyi ellátási területeken kihasználni a lehetőségeket konkrétan. Gyakorlatilag még ez évben elindul egy komolyabb CT beszerzése, illetve egy MR beszerzés a megyében második helyen. Kisvárdán is meg lesz az MR készüléknek a kialakítása és üzembe helyezése. Főigazgató úr, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba és rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen.